Ha szereted a kísértetes, rejtélyes és egyben hátborzongató sztorikat, akkor ezt a filmet neked készítették. A Queen Mary egy létező, legendás óceánjáró, mely állítólag kísértet járta. 1936. május 27-én indult el először az útjára, és ez az óceánjáró nagyobb, erősebb és gyorsabb volt, mint a Titanic. A hajó több mint 55 éve áll egy kikötőben, de ez nem volt mindig így, hiszen legalább 1000-szer átszelte már az Atlanti óceánt. A Queen Mary mostanra inkább látványosságnak számít, legalább 300 szállodai szobával, valamint étteremmel rendelkezik, de régebben gazdagok és kiváltságosok kedvelt találkozóhelye volt. A fedélzetén megfordult például Elizabeth Taylor és Cary Grant is. A hajót 1967-ben vonták ki a forgalomból, és azóta a kaliforniai Long Beach kikötőjében fogadja a vendégeket, turistákat. És most térjünk rá a kísértet részre. Állítólag a hajót egy kísértet járja, és nem is akármilyen kísértet. A hiedelem szerint John Pederaz, aki 1966-ban 18 éves korában egy hajón bekövetkezett baleset következtében hunyt el. Arról számoltak be, hogy a hajón néha gyerekhangok hallhatóak a gyermekőrző szobából, valamint az üres úszómedencéből is furcsa hangok szűrődnek ki. Ebben a filmben egy fiatal pár és a gyermekük látogat el az óceánjáró fedélzetére. Hamarosan megmagyarázhatatlan események sokasága bukkan fel, és egyre inkább úgy fest, hogy a történések összefüggésben lehetnek egy 1938-as tragédiával, amikor is egy szilveszteri bulin véres gyilkosságok történtek. A film egyik érdekessége, hogy néhány jelenetet a valódi hajón vettek fel. Ezt a hajót több filmben helyszínként használták, például az 1972-es a Poszeidon katasztrófa, az 1979-es Titanic, a 2010-es Titanic 2, valamint a Titanic 666, avagy a Titanic 3 című filmben is, mely 2022-ben jelent meg. Nagyszabású sztori! Kozmikus méretű! Mutatványok! A rossz fiúk közelednek. Elbújtatlak. Ne! Kiverjük belőle a szart is! A film rendezője David Leitch, akinek a nevéhez olyan kassza sikerfilmek köthetőek, mint például a Gyilkos járat, Atomszőke, hogy csak párat említsek, valamint producerként a Senki és a vérapó is hozzáköthető. A filmben a kaszkadőrt az Oscar-díjra jelölt Ryan Gosling alakítja, akit egy frissen felépült baleset után egy gigantikus költségvetésű hollywoodi filmbe hívják vissza, melyet az ex-e rendez, akit Emily Blunt alakít. Azonban a filmsztár rejtélyes módon eltűnik, és ezt próbálják titokban tartani a nyilvánosság elől. A kaszkadőr hamarosan egy bűntény közepén találja magát, mely igen veszélyes lesz, plusz mindezek mellett az élete szerelmét is vissza akarja szerezni. A film akciót, humort és egy kis drámát is ígér. A Végtelen rozsmezők egy igen érzékeny témába veti bele magát, méghozzá az abortuszba. 1971-ben járunk. Maria halászattal keresi a mindennapi betevőt, mellette pedig a falubili nőknek segít a szülésnél. Egy fiatal lány teherbe esik és a nő segítségét kéri, aki tudja, hogy hogyan lehet a roskalászon található fekete mag főzetével abortuszt végezni. Mivel ez illegális, így hatalmas a kockázat. Minden érintett nő veszélybe kerül. Maria menekülni kényszerül, a túlélés a cél. A dokumentumfilmes csapat egy 40-es éveiben járó boldogság ügynök életét követte. A Himalájai Királyságban a Boldogságkutató Intézet munkatársai járják az országot, hogy egy 4 órás kérdőív segítségével felmérjék a lakosság boldogság szintjét. Ezen eredményekből dolgozzák ki az 5 éves fejlesztési terveket. A cél a boldogság növelése. A történetben nem csak hétköznapi emberek vágyát ismerheted meg, de a nő sorsát és legnagyobb álmát is, aki házról házra látogatja meg az embereket. Vincent az átlagos emberek életét élte, egészen addig, amíg nem akart mindenki az életére törni. Egyik napról a másikra a közutálat kulcsfigurája lett. Szinte nincs is olyan ember a környezetében, akiből ne váltana ki valamilyen ellenséges, negatív érzelmet. Ez eléggé para. Ja, az egész pakli tök furcsa. Hol találtad? Iratlan szabály, hogy nem használjuk más kártyáját. De kit izgat?
Ha egy félelmetes, hátborzongató és egyben látványos horrort keresel, akkor ez lesz az, amire vágysz. Néhány jó barát rátalál egy régi kártyapaklira, melynek a 78 lapján furcsa minták vannak. Fogalmuk sincs arról, hogy mi ez, és az alapszabálya sincsenek tisztában, mely szerint nem szabad olyan lapokhoz nyúlni, melyet másnak osztottak. Azonban szörnyű hibát vétenek, és ennek súlyos kimenetelű következményei lesznek. A társaság tagjai szembe találkoznak a sorsuk legijesztőbb változatával, miután a lapok közül egy nemevilági lény kiszabadul. Hamarosan az életükért futnak versenyt. A tarot kártya létezéséről csupán feljegyzések szólnak, így nem tudni pontosan, hogy mikor indult el a népszerűség útján, de a feljegyzések alapján vagy 1442-ből, vagy 1390-ből származhat. 78 lapból áll, és a hiedelemmel ellentétben fontos észben tartani, hogy ezek nem egészen a jövőt festik le. A tarot csupán választ ad a kérdésekre, akár a kapcsolatainkról, karrierről, vagy önmagunkkal kapcsolatban merülnek fel eldöntendő kérdések, és mint minden jóslást, ez sem szabad teljesen komolyan venni, ezért is hívják fel a profika figyelmet arra, hogy ezek tanácskártyák. A halálkártya megjelenése sokakban félelmet vált ki, de érdemes tisztában lenni azzal, hogy amennyiben ez a kártya kerül kihúzásra, nem kell tőle megijedni, hiszen pozitív jelentéssel is bírhat, annak függvényében, hogy mi volt a kérdés. A harmóniában élő majmok váltak a domináns fajjá a bolygón, míg az emberek arra kényszerültek, hogy rejtőzködve éljenek. Amikor egy új, zsarnok majomvezérnek a birodalma kiépítése lesz a cél, egy fiatal majom megkérdőjelezi mindazt, amit a múltról tud, és kénytelen lesz olyan döntéseket hozni, melyek meghatározzák mind a majmok, mind az emberek sorsát. Érdemes észben tartani, hogy ez a film az előző trilógia után játszódik, és nem egy újra gondolás, átdolgozás, hiszen ez a sztori 300 évvel utána játszódik. A film annyira népszerű már most, hogy az első 24 órában az előzetese több mint 74 millió megtekintést kapott. A macskák a múzeumban nem csak szórakoztató, de a gyermekek tanulhatnak is belőle, hiszen a film nézése közben megismerhetik a világ leghíresebb műkincseit, ráadásul ez a film a bemutatása után a toplistákon szerepelt. Vincent a fiatal macska és egy kisegér kalandos úton érkezik meg a világhírű Szentpétervári múzeumba, ahol találkoznak egy elit macska osztaggal, akiknek az a feladatuk, hogy megvédjék a műkincseket a kártevőktől. A kisegér jelenléte sok gondot okoz, hiszen szeret festvényeket rákcsálni, és amikor a Mona Lisa érkezik a múzeumba, egyszerűen másra se tud gondolni, csak arra, hogy megrágja ezt a páratlan remek művet, ám a festményt ellopják, így az lesz a feladatuk, hogy megtalálják azt. Egy film trilógia első része nézhető meg, melyben Maya és Ryan Oregonba utazik a nő munkája miatt. Megállnak egy elhagyatott nyaralóhelynél, ahol három ismeretlen maszkos idegen tör rájuk, és minden ok nélkül rettegésben tartják a fiatal párt. A miértekre a film folytatásában derül majd fény. Abby és Travis egy igazán őrült Las Vegas-i éjszaka után másnaposan igen zavartan ébred, ráadásul kiderül, hogy házasok. Ahelyett, hogy elválnának, inkább Mexikóba utaznak nászútra a legjobb barátaikkal és családjukkal. Azt remélik, hogy időközben kiderül, hogy sorszerű volt-e mindaz, ami történt, vagy csak egy ballépés. Egy matematikusnak készülő, brilliáns elméjű nő Franciaország egyik legjobb egyetemén tanul, ám a diploma védésének a napján egy tévedés minden bizonyosságot megingat, így úgy dönt, hogy mindent hátrahagyva újra kezdi az életét.
A szülők gyakran esnek rémületbe, amikor azt tapasztalják, hogy óvodáskorú gyermekük, amikor egyedül játszik, úgy beszél, mintha lenne ott vele valaki. Ettől azonban nem kell pánikba esni, hiszen ez egy teljesen normális folyamat, azonban a szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy nem szabad úgy tenni a szülőknek, mintha ők is látnák a képzeletbeli barátot. Ebben a sztoriban egy olyan lányt ismerhetnek meg a nézők, aki látja mindenki képzeletbeli barátját, és miután felfedezi ezt a szupererőt, belevág egy varázslatos kalandba. Célja, hogy újból összehozza az elfelejtett képzeletbeli barátokat az őket annak idején elképzelő gyermekekkel. Ebben a dokumentumfilmben a Hold kerül középpontba. Több mint 50 évvel az Apollo küldetés után még mindig számtalan érdekességet fedeznek fel a Holddal kapcsolatban. 2019-ben egy kínai űrszonda landolt a Hold földről nem látható oldalán, így a Hold ismételten érdekessé vált. Most pedig következzen néhány érdekesség a Holdról. Ha gondolkoztál már azon, hogy miért csak a Hold egyik oldalát láthatod a földről, akkor most gyorsan megmagyarázom. Egy fizika tankönyv szerint ez a hivatalos magyarázat. A Hold a távoli állócsillagokhoz viszonyítva 27 nap, 7 óra, 43 perc alatt tesz meg egy fordulatot, és ez a forgási sebesség pontosan annyi, mint amennyi idő alatt a Hold megkerüli a Földet. Ezért a Hold mindig ugyanazon oldalát mutatja a Föld felé. Gyakori téfit az is, hogy a Hold világít, hiszen a Holdnak nincs saját fénye, hanem a nap fényét veri vissza, és mivel a Föld, a Hold és a nap egymáshoz viszonyított helyzete folyamatosan változik, így különböző holdfázisokat láthatunk. A Hold évenként közel 4 cm-rel kerül távolabb a Földtől, aminek hatására hosszabbá válnak majd a napok a Földön. A tudósok szerint így a Föld forgás sebessége lelassul. A Hold számos aszteroida és üstökös becsapódásától megvédi a Földet, illetve stabilizálja is az éghajlatunkat, így a távolodása érthető, hogy okot ad a pánikra. A 10 éves kislány képzeletét az apja sündisztós történetei töltötték meg, ám amikor az apja elveszíti a munkáját, a lány aggódni kezd a család jövője miatt, de nem ültétlenül. Egy pletyka szerint a régi gyár főnöke elrejtette egy kincset, így a legjobb barátnőjével karöltve elindulnak megkeresni, hogy azt szétoszthassák az apja és a többi munkás között. A film 45 évvel korábban játszódik a Harag útjához képest, de érdemes felzárkózni és megnézni a filmeket ahhoz, hogy tisztább képet kaphass. A Harag útjában betekintést kaptak a nézők arról, hogy milyen is lesz a világ vége után. Furiózát elrabolják a zöld helyről, akinek egyetlen célja az, hogy életben maradjon és hazajusson. Korábban Charlize Theron formálta meg a Furióza karakterét, de ebben a filmben más kapta meg ezt a lehetőséget, amit a színésznő egyébként egyáltalán nem bán. Az információk szerint George Miller, a film rendezője, bár rizikósnak találta a színésznő leváltását, mégis belevágott, mivel nem szerette volna a megfiatalítást alkalmazni a színésznőn, hiszen az sokat elvett volna a látványvilágból. A Karib-tenger kalózai 5. részében láthattuk, hogy hogyan is néz ki ez a megfiatalítás, amikor Johnny Deppet a CGI segítségével varázsolták fiatalabbá. Az, hogy ez mennyit vett le a film nézhetőségéből, látványvilágából, azt mindenki döntse el saját maga. Tilla Nila élete eddigi legnagyobb kihívásaként megkísérelte egyben végigjárni Európa leghosszabb egybefüggő túraútvonalát, a 2550 kilométeres kékkört. Útja során megismerte az országot, ahol él, az embereket, akiket máshogyan nem ismerhetett volna meg, és önmagát is, úgy, ahogy eddig még soha. Történet egy lányról, elszántságról, szabadságról, belső utazásról, a természethez fűződő kötelékről és egy olyan teljesítményről, amit sokan még csak elképzelni sem tudnak. Sötétedés után különös lények bukkannak fel. Senki sem tudja, honnan jöttek és mi célból vannak itt, de egy biztos, mindent elpusztítanak, ami az útjukba kerül. Paul és a 2 tizenéves fia minden nap a túlélésért küzd. Az egyetlen esély az életben maradásra, ha sötétedés után bezárkóznak, azonban a férfi egyik fia balesetet szenved az erdőben, miközben leszáll az éj.
A főszereplő karakterét Nicolas Cage alakítja, és a film kapcsán érdemes azt is tudni, hogy a forgatókönyvíró Michael Nylon egyben a színész menedzsere is ügynöke, de producerként is tevékenykedik. Max? Max, gyere le onnan, ez veszélyes! Max! Szelin! Alice? Az anyai ösztön az 1960-as évek elejét hozza vissza. A két legjobb barátnő, akik egyben szomszédok is, egy igen irigylésre méltó életet élnek, sikeres férjel és gyermekeikkel. A kiegyensúlyozottság azonban hamarosan véget ér egy tragikus baleset következtében. A bűntudat és gyanakvás kezdi megbontani a testvéri szintű köteléket a két nő között, s végül előtör belőlük az anyai ösztön sötét oldala. Ez az animációs film 1980-ban repíti a nézőket, méghozzá Dél-Iránba. Egy 14 éves fiú úgy határoz, hogy a nagyapja házában marad mindaddig, amíg a bátyja haza nem tér a frontról. Egy iraki rakétacsapás után kitör a káosz. A fiú ételszállítóként dolgozik, és közben eltűnt bátyját keresi, majd egy nap rátalál egy elhagyott hajóra a kikötőben, ami segítségére lehet abban, hogy megmentesse a szeretteit. Garfieldot mindenki ismeri, na de hogyan is indult el a hódító körútjára ez a narancssárga, lusta, kövér cica? Jim Davis, aki 1945-ben született, képregény rajzolóként keltette úgymond életre a cicust, majd az általa készített képregényből a saját cégénél elkészültek a rajzfilmek 1982 és 91 között. Ebben a részben feltűnik a színen Garfield édesapja, akivel sok mindenben hasonlítanak, kivéve egy valamit, még Garfield lusta, addig az édesapja egy igazi vagány kalandvágyó macska, végül pedig kalandos útra indulnak. A megszokott humor garantált, ráadásul nem csak a kisebbek, de a nagyobbak is szeretni fogják.